szépen, ez öreg baglas, két helyi Cabernet Sauvignon, 95-ös, minőségi száraz vörösbor. És rá van írva, hogy ki csinálta? Két helyi. De nincsen rajta, hogy milyen a Kovács család, vagy ilyesmi? Nincs. Tudod, miért kérdezem? Nem a rossz nevű valamelyik. Na azért kérdezem, nem, mert olyan boldog... Ez pont jó. Baglashegyi pince. Na azaz, mert akkor van egy konkrét két neve. Két hely. Szóval én amikor kézbe veszek egy bolt, és ha látom az alján, hogy oda van írva, hogy én Kovács család palackozta, vagy termelte, akkor Kovács család garanciát vállal, tehát nem a Vörös Csillag MGTS, és akkor valami történik, hanem neve van, vállalja valakiért a felelősséget. Igen. Hát a borok tekintetében, vagyis egy némely bor tekintetében már eljutottunk idáig. No, hát egy nyeletet. Ide, aztán oda. Lóránt, te tegnap több száz embernek egy sztorival mutatkoztál be, és megnevettettél bennünket. Tegnap a Magyar Igazság és Életpártja országos gyűlésén nyerted el felvételedet a pártba, és mindjárt egy sztorival. Mi is volt ez a sztori? Iszom előbb egy, megkóstolom ezt a két helyét. Jó. A Parasz bácsira? Igen. Azt mondta az öreg, hogy gyermekem, a szaros vége áll a botnak fölfele. Hát ennél jobban mondom, nem lehet megfogalmazni, vagy magyarabul elmondani, az alja van fölül. Akik az országot vezetik, ez a hulladék, a maradék. Ezt mondta az öreg, ezt nem te mondod. Hát én meg egyetértek. De mindesetre a bácsi nagyon jól megfogalmazta, úgyhogy most egy számot is csináltam erről. A rövid eszmei mondani valója dől a lé befelé, dől a lé kifelé, a szaros vége áll a botnak felfelé. Igen. Remélem, hogy tetszeni. Nem is egészen új népi rigmus, tehát ez ellen senkinek nem lehet semmi kifogása. Bölcsesség. Hány éve vagy te ezen a... pályán, ezen a rögös úton. Ezen a rögös úton? Hát most van most 30 éve. A P-mobil az jövőre lesz 25 éves, de azelőtt Gezaroloztunk, az volt az ennek a neve, hogy Gezarol. Nem tudom, ez mond valamit még ez a név? Hát hogyne. Ez volt a rovarirtószer, a DDT-nek a fantázia neve. Igen. És akkor megjelentek a plakátaink, ez 60 palányban, tehát ez van a 67-ben. Nagyon erős méregszer volt. Igen. És megjelentek a plakátok, egy nagy bogár volt rajta, rovar halál zenészei, ezek voltunk mi. És azt gondolom, hogy egy-két elvtársnak eszébe jutott, hogy ez nem biztos, hogy ez egy jó zenekar, én akkor megírta a Ludas Matyi, a Népszabadság, mindenki. Megírta, akkor, hogy rossz? Nem, hát hogy ilyen néven nem lehet egy beat zenekar. Hát, Gezarol. Hát. Aztán kiderült, hogy kivonták a forgalomból, mert a táplálékláncon keresztül bekerült az emberi szervezetbe is. Igen. És ezt a krumpli bogár ellen vetették be annak idején. Igen. És az ellen is hatásos, mint az ember tölt. Az ember ellen is nagyon jól működött. Akkor beívattak az akkori országos rendezőirodába, és mondták, ez egy nagyon jó név. Ez egy nagyon hatásos név, mert erről jött mindenki, de ezen a néven nem lehet játszani. És akkor választottuk ezt a P-mobil nevet, ami a Perpetuum Mobile rövidítése, és azóta csinálom ezt. Igen, de hát ezzel azért az üldöztetésetek ezzel nem ért véget. Nem, ezzel kezdődött. Jaj, ezzel kezdődött. Hát nem, a nagy szocialista óceánban mi egy pici kapitalista sziget voltunk. Igen. Mi voltunk azok, akik fellazítottuk a magyar fiatalságot, és aztán ahogy olvasgattam, kiderült, hogy már nem mi kezdtük, olvastam egy csehszlovák kiadású, de magyarra lefordított tánc és illem tankönyvet. Nagyon érdekes olvasmány volt. És abban kiderült, hogy ez már a rock'n'roll-val kezdődött ez a föllazítás. Amikor megjelentek az 50-es években az utcán a vastag talpú gojzelvarró cipőben, szűk csöves nadrág, szegecsekkel, sárga vagy piros ingben. Hát az kész, ha valaki kiment az utcára, piros ingben, azt rögtön le is tartóztatták, az a nép ellensége volt. Jampec volt. Jampec. Vagy nem tudom, hogy volt egy olyan, amikor később becézték Jampinak. És akkor volt egy olyan, hogy egy ilyen hajráfot csináltak a melósok, acéldrótból, acélrugóból, és az így lefogta a hajat így a sérót. Vagy volt egy másik egyszerű módszer, hogy a fésűt belenyomták a sörbe,
és akkor azzal megfésülték, benyolták a kakastait, és akkor hát ez kész, hát a rendszer teljesen kiakadt ezen. Aztán később jött a televízió, mint a föllazítás eszköze, a videomagnó, a fénymásoló, a rockzene, nem is tudom, hogy mi lehet még a föllazítás, de gyakorlatilag ami bejött, az mind lazított. Hát valóban lazítja, de lazít mást is. Na jó, de hát ti olyan zenét játszottatok, amelyeket a fiatalok akkor nagyon szerettek, nem? És a szöveget is. Hát arra voltak allergiások, igen, mert az, hogy most egy G-moll után egy R-túr következik, vagy fordítva, ebben nem nagyon lehetett belekötni, de a szövegekre allergiásak voltak. És azt te írtad? Egy részét én írtam, igen, és nagyon idegesítette őket, mert nem voltak hülyék, hát kézbe vették a szöveget, elolvasták, akkor meleg gyertya fölött is megnézték, hogy mi van még a sorok között, és valami, hogy így gondolták, hogy most mit akarhat ez ezzel mondani, az a Josda az ökölben. Hát én egyértelműen arra gondoltam, hogy az asszociáció ugye az volt, hogy munkásököl, vasököl, oda sújt, ahova köl, ugye ez volt a dumma. Én meg mondtam, hogy rosda az ökölben, hogy ez az ököl már azért nem annyira működik. De aztán végig hát az Erdős Péter volt ez az okos tojás, aki annak idején ezeket a szöveget nézegette, meghalt már. Ennek ellenére csak rosszat tudok róla mondani. És ő volt a Bors Jenőnek a jobb keze, vagy a bal keze, nem tudom melyik, milyen kezes volt, azt hiszem inkább bal kezes volt, mert kiderült ez a Bors Jenőről, a lemezgyári főnökről, hogy a Lander Jenő unokája volt hivatalból. Igen, a család őse, úgyhogy a Kvemp falában van elhelyezve. Így van. Volt, ha ki nem bányázták azóta. És aztán úgy hallottam, hogy annak idején a minisztériumot kergette a nőket, és az akkor valamilyen komolyabb minisztériumban volt, és mondták, ha már nőket akar kergetni, akkor legyen ő a lemezgyár igazgató, ott kergetheti ezeket a csajokat. És akkor ez az Erdős Péter is egyébként egy nagyon közismert figura volt. Igen. Ő az 56-os csoport tagja volt, amelyik a jugoszláv követségre menekült. És ő volt az egyetlen, aki egy autó csomagtartójába ki is menekült onnan. A Nagy Imre csoportból. És hát kiderült, hogy ezt az Erdős Pétert minden létező rendszer lecsukta. Igen. Ebből gondolom, nagyon jól működött, mert minden rendszerbe sítre vágták. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az arcpolitikája az volt, hogy saját szavam akkor vonom vissza, amikor akarom. Igen. Na, szépen. Ez volt jellemző a rendszerre, rá is, és hát ezekkel kellett nekem lemezt csinálnom. Röpke 10 év alatt sikerült. Ez volt az első. 10 év után igen. Utána adták ki, igen. Az elsőt. Igen, az elsőt. Hát ugyanis nagyon egyszerű volt. Azt mondta bizonyos számainkra, hogy ez nacionalista, ez irredenta. És tudod annak még a szövegét, amelyikre azt mondta, hogy nacionalista volt? Persze, hát ez volt a honfoglalás, vittünk. Az olyan régi? Hát az olyan régi, hát az 20, több mint 20 éve készült. Hát akkor még nem volt István a király, meg semmi. Hát akkoriban senkit nem érdekelt az, hogy mit ilyen magyarnak lenni, illetve helyesbitek azért volt. Hát igen, volt aki, de hát egyrészt nagyon, nagyon kevés helyen jöhetett felszínre. Ilyen volt például a Madaras és a Bújtor csinált egy egyetemi színpadi műsort, ami nagyon érdekes volt. Akkoriban jelent meg a László professzornak a könyve a kettős honfoglalás elméletéről. Akkoriban volt, hogy magyar futballisták feleségei loptak Londonban. Igen. Égett a pofám, nagyon, mint magyarnak. És akkoriban volt az, hogy a magyarok világ találkozója volt Budapesten, és meghívták a világ összes magyarját. Itt voltak a néger magyarok képviselői, az eszkimó magyarok, a kínai magyarok, mindenki, csak a körülöttünk élő 4 millió magyar képviseletében nem volt senki. És akkoriban mondta az Acél György, hogy hát igen, a lenini nemzetiségi politikát nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Na most hát nem tudom, mire gondolt, mert a lenini nemzetiségi politika alatt a Szovjetunióban több tucat nemzet tűnt el teljesen. Hát megvalósították. Na most vannak olyan kis népek, 5-6 ezeres ilyen kisebb népek, akik az erdőben élnek, de már ezeknek is a nagy részének orosz nevük van. Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon, nagyon nem sikerült, azt mondja, nem sikerült megvalósítani. A másik része az, hogy hát mondom, olvastam a Móra könyvkiadó akkor igazgatója, könyveket gyűjtött a gyerekektől, hogy Erdélybe küldik. És akkor egy kisdiák megkérdezte, azt mondja a tanítóbácsitól, a tanítóbácsi, és hogyan fogják ezt ott elolvasni ezeket a könyveket ott Romániában. Szép. Már így működött ez a rendszer. Bizonyám. Így működött ez a rendszer. Na most
Na most ebből a helyzetből fölállni, hát ez nem nulla, ez mínusz nem tudom hány ezer. Tehát innen kellett elindulni, vagy innentől kellett elindulni. És én azért csináltam ezt a honfoglalás vitet, azért kezdtük el az egészet, mert én azt mondtam, hogy független attól, hogy hogyan jöttünk be, hány hullámban, most a magyarok voltak itt előbb, vagy a zavarok, és a zavarok magyarul beszéltek, ezt vitatkozzanak a nyelvészek, a régészek és a többi, de 1100 éve, vagy nagyjából azóta itt élünk, és megtapadtunk, ez biztos. És hát a leglényegesebb... És ezt nem engedték előadni? Nem, hát. Hát az a négy sor, hogy azok a hegyek még ma is állnak, azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat, az a nép még ma is él, hát ez szemmi, micsoda. Hát volt olyan újságíró, akivel beszéltem, és azt mondja, hát azt mondja, mondd meg nekem, mi az, hogy magyar? Így? Így, azt mondja, hát mi az, hogy magyar? Hát mondom, akkor mi az, hogy német? Vagy mi az, hogy amerikai, vagy mi az, hogy zsidó, vagy mi az, hogy eszkimo, hát ezt akkor föltenni. Egyszerűen csak azt kellene kérdezni, hogy mi az, hogy tök, komám. Hát hogy mi az, hogy magyar, hát anyát, hát most, mit lehet erre mondani, szóval néztem le és mondom, hát mit lehet. Hát az, hogy magyar, az sok mindent jelent, például konkrétan az én esetemben azt jelenti, hogy most magyarul beszélgetünk, ha elkezdek számolni, ez egy nagyon lényeges, hogy az meg, alapvető. A számolni az ember mindig az anyanyelvén számol, de látom azt, hogy van, aki beszél különböző nyelveken, de amikor elkezd számolni mondjuk Magyarországon élő lengyel, akkor akkor lengyelül számolgat. Álmodni is magyarul álmodom. Tehát ez is nagyon lényeges. Magyarul gondolkodom. Tehát ami megjelenik bennem képben, az is. És amiről nagyon sok esetben elfelejtkeznek, és ez most csak az én elméletem, hogy azért a nemzetek, azért többé, vagy a nemzetek és népek tagjai azért többé-kevésbé olyanok, mint amilyennek elképzelik őket. A németek többsége olyan, mint amilyennek a németeket tartják. Természetesen van ilyen, olyan, amolyan, de azért többségében olyan. És ebben benne van az éghajlat, amit esznek, a szokások, a vallás, a család, a nyelv maga. Hát ezeket nem lehet elfelejteni, hogy kitörölni. Hát ez, és aztán a genetikus kódolást azt már nem is mondom. Hát ez most már, amit olvastam, már azt is kiderítették, hogy a homoszexualitás is már genetikusan kódolva van, vagy legalábbis részben most ezt derítették ki. Na jó. Mindegy. A lényeg az, hogy a dolgok nagy része bennünk van. És a másik, amit kérdeztél, amire azt mondták, hogy fasizoid, az a számunkra nem változó semmit. Az én elméletem az volt, hogy az ember olyan, amilyen volt, és olyan lesz, amilyen. Tehát az ember nem változik, és amit a génjeimben és magamban hordok, beleértve a saját magam változásait is, azok is bennem vannak. Mert ha nem volna bennem, akkor még változni se tudnék. Ami vagyok, az vagyok. Az a lényem, és ebben benne vannak a változásaim is. Na erre azt mondták, hogy ez egy fasiszta elmélet, és hogy... De mi ebben? Mi? Döm. Szóval nem tudom, fogalom sincs. Ilyen címkéket ragaszgattak ránk, különböző... Megcsináltam a Ken Casey-nek a sőnyi... Akkor ennek mi lett a következménye egy ilyen címkének? Hát, úgy kérdezem naívan, mintha nem tudnám, de hát mondd el. Hát következő, most mondok egy irodalmi példát. A Ken Casey Száll a kakukka fészkére című művéből. Megcsináltuk a zene számot belőle, és az a dolog úgy szólt, hogy véd a rács és őrvigyáz, csend, nyugalom, tele van a ház. Na jó, hát ezt ők tudták, hogy ez a legvidábbabb barakról szól ez a nóta, de nem lehetett belekötni, mert ez végül is egy Ken Casey adaptáció volt. Hát, de azt mondta, hát ez most akkor, ahogy van, meg minden. Tehát végül is az volt, hogy mindent fölcímkéztek, és akkor a végén maradt, nem tudom, 4 vagy 5 szám, amire nem tudtak kitalálni semmit, azt mondták, hát ebből meg nem lehet agylemezt csinálni. Így működött a dolog. Játszottunk, mert játszhattunk a művöldési házakban, a mi koncertjeinken beszedett pénzből tartották el a TIT előadást, a fotószakkört, meg mit tudom én, mit még a faluban. Tehát a pénzre szükség volt, kaptunk 150 forintot bruttóban, népszerűek voltunk, szerettek bennünket a gyerekek. Éjszakánként 150 forint? Hát ez volt a... Személyenként? Személyenként, igen. Nagy pénzek voltak, és az a röhely, hogy amikor már sportcsarnokok teltek meg az ember, akkor kaptunk 300-at vagy 500-at. Mondjuk többet ért a pénz, mint most, de jó, nem hát volt, akkor sem vettem belőle a házat. Úgyhogy sokan azt képzelik, hogy aki népszerű, meg ismert, meg mit tudom, hogy tele van pénze. Hát sajnos nem így van, bár így lenne. Szeretnék megfelelni az elvárásoknak, de nem sikerült még. És ez mikor fordult meg?
Vagy még mindig nem fordult ez meg. Nem fordult. Hát semmi nem változott, úgyhogy itt nem változott semmi. Most az a helyzet állt elő, hogy azok a kis titkárok, akik annak idején rendszeresen hívtak bennünket szolidaritási fesztiválokra játszani, meg mindenféle együttérző dolgokra, de természetesen ingyen, ők nem dolgoztak ingyen, csak tőlünk várták el, azok a kis titkárok most a nagy tőkések Magyarországon, és hát ők magyaráznak nekem piacról, keresletről, kínálatról, hatékonyságról, termelékenységről, akik vannak idején az én hátsómat rugdosták, mint jobboldali elhajlót. Na most a kérdés az úgy merült fel bennem, hogy kedves kis titkárok és kedves pártitkárok, nincsen valami aktuális idézetük 1997-re? Hát mondjanak már valamit Marx-tól, vagy Engels-től, vagy Lenin-től, valamit, amit most tudok használni a jelenlegi helyzetben. Melyik részét kellene használnom? Most ennek van komoly része is, meg szomorú része is. Lásd a szexárdi húsosok ügyét, ahol volt párttagok védik a nyugati tőkést, aki nyugati tőkés, akiről úgy hallottam, hogy kelet-német stázi arc volt az illető, akit a húsipari dolgozókkal lacafacázik. Igen. Nem tudom, hogy jó az információm, de ugyanakkor arra gondoltam, hogy ott vannak ezek a hentesek, mészárosok. Hát mindig akkora, mint ez a szekrény itt mellettem. Hát hagyták magukat meghűíteni. Átcsalták őket a másik cégbe. Igen. Nem voltak szolidaritásuk egymással, mert úgy gondolták, hogy átmennek, majd ott kapják a fizetést. A vége a történetnek mi lett az, ami most volt. Ha nem szolidáris a csapat egymással, és azt nem mondják azt, hogy mi már pedig hentesek, nem, akkor most ezt ideig se jutott volna a dolog, még eddig se. De kijátszották őket egymás ellen. Ki? Átmentek ebbe a Metrakó, vagy mit tudom, ilyen cégbe, kész. Most már bőkednek, sajnos, mert belementek a dolgok. Na jó, hát mondjuk azért a privatizációs rendszerben van a hiba, mert hát az elején nem közöltek velük semmit, amikor ugye eladták ennek a szélhámosnak ezt. De az ők is megkérdezhették volna, vagy egyáltalán amikor elkezdett a dolog, akkor kérhettek volna tanácsot, mondjuk engem megkérdeznek, hogy téged, akkor azért el tudtam volna, hogy kedves mészáros kollégák, azért vigyázzatok, mert itt azért nem olyan egyszerű. Hát igen, persze, de hát nem csak azt a szexuális húsipart nem kérdezték meg, sehol a dolgozókat nem. Itt a törvényben is van egy óriási igazságtalanság a privatizációs törvényben és a munkavállalói részvényprogramban. Mert azt kimondja, hogy a vállalati dolgozók az adott vállalatnak az 5%-ára tarthatnak igényt. Akár 1000-en vannak, akár 10000-en, akár 50-en. A többi értéket azt az úgynevezett menedzsment viheti el, illetve annak is csak 20% jár, a többit pedig a külföldi vevő, általában külföldi a vevő. Tehát az úgymond azért, mert az azonnal fizet. Ez nem igaz, nem fizet. Hitelt vesz fel, és abból fizeti. Ezt megtehetné az egyszerű dolgozó is. Ha ő se fizetné vissza, akkor miatta menne tönkre a bank, és kellene konszolidálni. Így a külföldinek mondott vevő miatt megy tönkre a bank, mert annak adja azt a hitelt, amiből az megveszi nagyon áron alul egyébként azt a vállalatot, és a dolgozónak 5% jut. Na most ez esélyegyenlőtlenség, ez alkotmányellenes. Ennek a rossz mostani alkotmánynak a betűje és a szellemes szerint sem szabadna ezt most megtenni. És mégis megteszik, és nem szól senki. Megteszik, mert megtehetik. Hát igen, mert hagyja magát a dolgozó. Azért mondtam, ha én hentes lennék szexuálisan, én nem hagynám, az biztos. De ez egy más kérdés. Még visszatérve erre a Marxra, meg az Engelsre. Hát nem muszáj erre visszatérni, de térj. Nem unod Marxot, de hát biztos valami jót akartál mondani. Na halljuk. Azért akartam elmondani, mert kiderült, hogy hát ugye ezek a kiadványok, ami tartalma a Lenin összes, meg a Marx, Engels összes, hát ebben kiadtak bizonyos részeket. Annak idején, ugye kiadtak, most azért ezek benne vannak, és kiderült, a következő levélváltás zajlott le két arc között. A kedves barátom, örömmel nyugtázom levele, de teljesen egyet értek, hogy az oroszokban nem lehet megbízni, mert ilyenek a szlávok, meg olyanok, meg amolyanok. Kiderült Marx és Engels levelezése 1900 vagy 1800 vagy itt a 1800, persze, hogyne, persze. Nem szerette őket.
Na most kidőlt, nem lehet mennünk megbízni. Na most az a helyzet, én nem olvastam az Idevágó Marx és Engels idézetet, de a fatarom ugyanezt mondta. Tehát innentől kezdve a fatarom is egy gondolkodónak számít. És a mostani nehézségek miből állnak össze? Nekem a legnagyobb probléma az az, hogy ugyanazok az emberek vannak. De mondjuk a fellépéseit, vagy a megrendelés, a lemez, hát persze azt is ugyanazok intézik. Hogy bár... azok intézik, hát most mi változott meg? Annak idején működtek ezek a csatornák, egy szűk lemezjárű kapacitás. De hát legalább a honfoglalás vittet, azt már szép körülmények között egyszer elő tudtátok adni. Igen. És aztán azon ott voltam. Igen. És aztán ez volt az összes. Igen. Végül is aztán ez volt a maximum, amit el lehet, most utólag ez volt a maximum, amit el lehetett érni. Nem tudtuk előadni augusztus 20-án, a Mélet centenárium. 96. augusztus 20-án nem tudtuk előadni. A Hősök terén egymásba értek a különböző produkciók, de hát olyan, ami oda való. Hát bocsáss meg, mi is ott voltunk. Na jó, de most... Te hangosítottad a rendezvényt. Igen, de az úgynevezett esti műsorban. Igen. Nekem volt egy elképzelésem, amit nagyon szerettem volna megcsinálni, és nem tettem még le róla. Az volt a terv, hogy augusztus 20-án eljátsszuk a honfoglalásvittet, és ennél csak egy szebb zenét ismerek, a magyar himnuszt, és arra gondoltam, hogy ha a himnusz felhangzik, akkor egy adott helyre a Kárpát-medencében a himnusz után megszólal az összes harang. Ez egyszer fordult elő Trianon után, és az volt a tervem, ma már ez megoldható műszakilag, technikailag, tehát rádión, televízión vagy más rendszerekkel egy időben meg lehetett volna szólalni a harangokat, és hogy végig gondoltam, és hogy elképzeltem, hogy Felsőörtől Ungvárig és Csíkszeredától Kassáig szólnának a harangok, és 10 perce vagy 5 perce megállt volna egy pillanatra az élet. Én most is libabőrös leszek még a gondolatától is, akiknek ezt elmeséltem, azoknak nem. Úgyhogy nem lett libabőrös, sőt, mi több rögtön, ugye, hogy volt, el is felejtették az egészet gyorsan, de nem tettem le róla. Semmiről nem teszek le. Szóval meddig, amit elhatározok, azt meg is szoktam csinálni. Hát igen, egyszer meg kellene ezeket a harangokat szólaltatni. Mégpedig úgy, hogy semmi különös összeesküvést ne kelljen előtte végrehajtani, hanem csak úgy valaki elgondolja, és adott jelre. Adott jelre a magyar harangok. Hát persze nem kell ezeken az országrészeken, nem mindenütt élnek magyarok, hát azok nem szólaltatják meg, de ahol magyarok élnek, azok megszólaltatják. Ahol magyar szó van, ott nem. Igen. De egyébként, hadd mondjam, azt a harang nyelve nemzetközi, úgyhogy a harang szót minden nyelven lehet érteni. A rockzene is egy ilyen egyébként. Mi játszottunk annak idején nagyon sokat a környező országban, Szlovákiában is. És akkor azt mondta nekem a Csemadok akkori vezetője, hogy majd, amit én nem tudok elmondani most a beszédben, majd ti eljátszátok. És nagyon sok olyan szlovák srác jött oda, aki egy szót nem beszélt magyarul, és veregették a hátamat, lapigattak, és autogramot kértek, és szerették a zenét, amit csináltunk, mert a zene is nemzetközi. Szóval annak idején nem nagyon tudtuk, hogy miről szól a Beatles szám, vagy a Rolling Stones. Egész egyszer megfogott bennünket valami, az az érzés megfogott bennünket, és ugyanígy a világon nagyon sok embert megfogott. És én szerintem előbb vagy utóbb ezek a dolgok helyére kerülnek Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, mindenhol helyére fognak kerülni, és ha helyére kerül, akkor onnantól kezdve nem is lesz semmilyen probléma, mert amikor én Erdélyben játszottam, nekem a Misuval, a román villanyszerelővel nekem nem volt problémám. Én vittem a kis kávémat, és megkérdeztem, hogy Misu van, mert azért értett kicsit magyarul, mondom, Misu van meleg vizetek? Hogy? Cukor is? Az is van, mert hoztam a kávét, mondom, akkor csinálja, ígyunk egy fekete kávét. Meg van a három fázis, meg rendben lesz minden, hát egy kicsit tört a magyar, és semmi bajom nem volt a Misuval. Semmi gondom nem volt, más kérdés, az egyik technikusomban volt probléma, mert ez egy inkább ilyen sztori, de átmentünk a határ, és mondom neki, gyerekek, itt most aztán pofa be, nem semmiféle olyan dolog, amivel meg lehet sérteni bárkit, vagy adjuk ezeket a különböző dumákat, mert itt mindenki vagy beszél, vagy ért magyarul. Na, mit látok az én technikusom? Nagyon pálinkázik a rendőrkapitánnyal, aki szintén úgy, ahogy a Misu beszélt magyarul, meg értett is.
És látom, hogy a technikusom hogy fogja a kezével a pálinkás üveget, vagy a poharat, és azt kérdezi ettől a román rendőrkapitányt, azt mondja, ne haragudj, lehet nálatok kapni borotválkozás utáni tabszeszt. Kész, így leizzadtam, mondom a Gézát bezárni a teherautóba, kész, nem lehet kiengedni, hát szerencsére nem értette a poén. A rendőrkapitányban ez előre tudta volna a pisztolyát, mindig a Gézát kivontjuk a forgalomból, mondom, aludjál, pihenjél, több poén nem lehet elsütni. Úgyhogy ilyenek vannak, de hát a rock'n'roll erről szól, úgyhogy... Hát ez egy ilyen világ. De hogy a kérdésedre válaszoljuk, szóval nem lett jobb a helyzet, megmondom, hogy miért. A szponzorpénzeket ugyanazok osztják szét, akik eddig. Csak most más a történet, most nem azt mondják, hogy én hasznos vagyok a szocializmus fejlődése szempontjából, hanem azt mondja, mit tudom én, a nagy multinacionális cég, most nem is reklámozom őket, mert nem fizettek ezért a műsorért, azt mondja valamelyik édes vagy cukros vízgyártó cég, hogy ennek a produkciónak adunk ennyit meg annyit. De az ő marketingese, aki ezt a pénzt szétosztja, mert a Mr. John vagy akár melyiknek fogalma nincs, hogy mi történik Magyarországon, vagy éppen van, nem tudom, de minden esetre aki szétosztja a pénzt, vagy aki javaslatot tesz, hogy kinek adjuk, az az ő emberük. És innentől kezdve az a népszerű Magyarországon, akit életben tartanak, van egy másik út is, népszerű lehet az ember, ha a közönség szereti. De ma már nagyon nehéz, miután a rádiók és a televíziók ugye megosztottak, most már tehát nincs egy tévé, egy rádió, mert annak idén, ha nem ment a rádió, akkor benyomtuk a tévébe, ha a tévében nem ment, akkor koncerteztünk, szóval valami kis zsákutca volt, vagy kis kapu. Most egész egyszerűen pénzkérdés. Azt szereti a közönség, amit befizetnek. Hát végtelen egyszer a történet a Postabank kuratóriumában, a legutolsó információm ez volt, bennül a Presser Gábor, meg a Geszti Péter. Most innentől kezdve, ha nézem a Postabanki reklámfilmet, az egy életen át kell játszani, az, ami nagyon sokat ment a tévében. 160 millió forintért vettek csak tévéreklámot, fizetett reklámot. Ez nem a közszolgálati rész, amikor lejátszák egy zenés műsorban, meg csak úgy, hanem amit kiköhögtek, így. A 160 millió forint volt. Na most hát értelemszerűen, ha én ülnék a Postabank kuratóriumában, mint művészeti igazgató, hát valamit én is adnék a P-mobilnak, hogy a Honfoglász vittet meg tudjuk csinálni az állami hangversenyzenekarra. Én is felhívtam őket, mert hát felhívtam ezt a Murányi nevezetű alvezért. A titkárnőjéig jutottam el, és mondja, hogy hát írjam le, hogy én ki vagyok, meg mit akarok. Hát mondom, nézze, önök foglalkoznak a kultúrával, ha főnöke nem tudja, hogy ki a Schuster Lórend, meg nem tudja, hogy ki a P-mobil, akkor én nem akarok vele beszélni. Úgyhogy ennyiben maradtunk. És azóta se jelentkezett. Hát persze, hogy nem, hát nincs nekik erre pénzük. Én gondoltam, hogy szponzorálom őket, küldök a Postabanknak havonta egy 100-ast, vagy valamit, hogy szegények most nagyon megdőltek. Egyébként kérdezték tőlem, hogy hát, hogy elindította valaki ezt a dolgot. Hát én vállalom ezt. Te indítottad ezt? Én indítottam el ezt az egészet, én vállalom ezt a dolgot. Én és mondtam mindenkinek, hogy vegyék ki a pénzüket az összes magyar bankból, és kiderült, a pánik kapcsán kiderült, hogy ez a mostani kormány egy napig tudna élni, ha a magyar nép mindannyian bemennénk a bankba, kivennénk a pénzüket, egy éjszakára vagy egy hétre betennénk a szalmazsákba. És másnap ez a rendszer eldőlne. És ma miket játsztok? Ugyanaz a rockzene. Most gyakorlatilag a Kopaszkutya film folytatását csináljuk. Azt a 80-as években készítettük, egy rock zenekar történetéről szólt, és most megírtam a folytatást Kutyából Szalonna címmel. És most meg fog jelenni a... Aggasztó címeid vannak. Igen, most meg fog jelenni, ugyanis a lényeg az, hogy ezt nagyon szeretném, hogyha ez megjelenne, ez a termék az élelmiszerboltokban. Ez a szalonna, ez a faj. A Kutya Szalonna. Igen. Kutya Szalonna. Ez a saját találmányom, felfedezésem. És aztán kóstolják meg az emberek, mert kutyából macska, kutyából szalonna nem lesz soha. Ez az eszmei mondani valója. Nagyon illik erre a mostani helyzetre, úgyhogy ebből kell neki, ami van. Hogy képzelted el ezt a terméket? Hát ugyanúgy, mint ahogy ez a füstölt békön szalonna. Tehát bemegy az arca hűtőpulthoz, és a tej meg a parizel mellett kivesz egy CD-t vagy egy kazettát. Ja, a CD-t? Ha persze. Ja, a CD-t. Tehát mint élelmiszer, hát mondjuk a mannánál egy kicsit jobb, de mindesetre a lényeg az, hogy az elképzelésem, hogy ezt megcsinálom, mert és a kérdés a következő. Én úgy érzem magam,
mint hal a vízben. Na most ezt meg kell magyaráznom, hogy miért. Tehát én az életem nagy részét a tavarisok alatt éltem be. Na most miután megint, vagy még mindig ők vannak, én nagyon jó meg vagyok, mert már ismerem őket, tudom, hogy milyen arcmódot kell alkalmazni velük szemben. Tehát nagyjából tudom, hogy mi a helyzet, én ezt hozzászoktam. Na most, mint a hőskorban, amikor a mozikban, a régi hollywoodi filmeket forgatták, és a cowboy ment a lovon, azon a fából készült lovon, csak a nyerget látták, és akkor két arc mozgat előre-hátra, ő nagyon robogott, meg olyan haja szélben, és körben egy ilyen háttér forgott a Colorado hegységgel a háttérben. Én azt érzem, mint ezeknél a régi filmeknél, a háttér forog körben, igen. A lovas meg előre-hátra megy, de egy tapottat sem mozdul. Hát ez egy hintaló. Ez egy hintaló. Na ezt érzem ez a mostani parlamentben, hogy ezek előre-hátra mozognak, a háttér megy körbe, de semmire nem jutunk. Ez a helyzet. Egyébként a nagy bajusznak az a titka, ezt most elmondom itt az operat, meg mindenki, aki dolgozik. A nagy bajusznak az a titka, hogy az embernek nagy felső ajka kell, hogy legyen legalább nyúl méretű. Igen. Nagy felső ajak. És amikor... Sok férjen rá. Sok férjen rá. Hát különben a vékony ajkaknak is vékony bajuszok van. Úgyhogy a seregben mondta azt nekem a főtörzsőmester egy ilyen régi... Lótár katona? Hát hogyne. 6 hónap és 3 nap. Hát elmesélem egyébként. Nagyon tanulságos volt. A seregben levágtak, hát úgy, ahogy van, ennél rövidebb volt, mint a tiéd, ilyen röviden levágták, na mondom, akkor én most megfogom ezeket, és itt elől ezt a hajamat, így mint a régi pitraron a reklámokon, így lenyálasztam, és így lenyaltam, hát borzasztó, hogy nézett ki. A bajuszom meg nem ekkora volt, hanem leért idáig. És a főtörzsőmester, ez a jutasi, akit mondtam, az azt mondta, hogy a szolgálati szabályzat a következőképpen írja elő. A fül felső vonalával elvágólag attól fölfele haj, attól lefele pajesz. A bajusz a száj középső vonalától elvágólag fölfele bajusz, lefele szakál. Azt mondja, vágassa le a bajuszát, vagy a szakállát, mit tudom én, megálltam, mondom, kérek engedélyt bemutatni, megfogtam így a bajuszomat, és felhúztam, és itt el volt borotválva. Most azt látom, mint a Ben Turpin, emlékszem, a Ben Turpin, ekkor a bajusz, középen így elválaszt, és ott álltam tök kopaszon az őrszázadban, mert hát nem tudtak velem mit kezdeni, az összes futbolistát NB2-ig bezárólag kiszedték, nem őket kezdték el, rögtön kiszedték a két pártagot. Azt meg van pártag maguk között? Jelentkezett két fószer. Az egyik rögtön a politikai tisztnek lett a helyettes, a másik meg ilyen stúdiós, híradós, már másnap én takarítottam az ő szobáját, velem együtt. Na mondom, jó van, helyén vagyok. És akkor az összes ember kiszedegették az autószerelőket, kiszedték azért, mert akkor a katonatisztek Zaporozsecet kaptak valamilyen leasingbe, vagy nem tudom milyen konstrukcióban. Mindig elromott. És hát mindig rossz volt, úgyhogy egy Zaporozsec, egy autószerelő, úgyhogy minden tisztek volt, és hát autószerelők, és semmi más nem, csak egész nap feküdt alatta, és szerelte, hogy szétnessen, még hazamegy a tiszta a lakótelepre. Akkor kiszedték a cserépkályhást, mert az is kellett mindig újra rakni, meg minden. Kiszedettek, mindenkit kiszedtek, aki, mint amit... Maradt a P-mobil. Hát maradt egy szűrszabó, maradt egy beatzenekarvezető, egy részeges postás, szegedi, meg mit tudsz, szóval maradtunk ott, hogy a 90-en vagy 100-an, na azt mondják, maguk az őrszázad. Kész, vége. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor én azt mondtam magamban, hogy én innen leszerelek, mert ezt én nem bírom elviselni. Nem a katonáskodást, mert azt nagyon szeretem, hanem a hülyeséget, hát mit mondjak, az IQ az körülbelül ilyen szobahőmérséklet szinten mozgott, ilyen 28-as IQ, átlag IQ volt, vagy 26, attól függ. Szóval ez volt a körülbelül, hát mondom, most én akkor kitalálok valamit. És ki is találtam, és ezek után 6 hónap és 3 nap után leszereltek. Az első akcióm az a következő volt. Elolvastam
a magyar néphadsereg szolgálati szabályzatát. Ez egy kis vöröskönyv. Majdnem olyan volt, mint a Mao Tse-tungé. Elolvastam. Na mondom, megvagytok. Következő reggel fölkeltem egy hajnalban, és megmértem a körlet hosszát, szélességét és magasságát, és kiszámoltam a körletben lévő egy katonára jutó légköbmétert. A szolgálati szabályzatban le volt írva, hogy egy katonára 2,8-től 3,6 légköbméterig kell jutni. És az én számtam példámban ez a minimum légköbméter nem esett egy katonára, csak 2,2 volt. Egy katonát el kell bocsátani. Egyet? Hát 120-an aludtunk a körletben. De azért vagy 140-en. Egy szobában. Hát nem egyet kellett elküldeni. Beküldtem a minisztériumba, a panaszirodának. Na most a postás, az a szegedi nevezetű részeges postás pont azt úgy ad föl, hogy ezzel az utánvétes, nem tudom, a tértivevényes, igen, ilyen zöld blanketta, majd ő kiviszi engem, ki se engedtek a laktanyából, mert már akkor ugattam egyfolytában, és a lényeg az, hogy kivitte, és ahogy a körletben kim voltak a levelek, és írta a Gizik, meg a Jucik, meg itt írták a leveleket, és ott volt a zöld kártya, hogy az Schuster Honvéd levelét átvette a minisztérium panaszirodájának a vezetője, mit tudom, milyen ezredes. Hát kitört a pánik, kijöttek mindenféle ezért elköltöztettek a körletből, nem tudom hány ember, de több tucat embert el kellett vinni, hogy meglegyen a minimum légköbméter. Hát mondom, ez működik. Hát nézzük a további dolgot. Nézzük meg, hogy hogyan működik a magyar néphadsereg. Most nem mondom, hogy milyen hülyeségek voltak, de a lényeg az, hogy sorba zúztam őket. Mindenféléket kitaláltam. Nagyon könnyű volt egyébként megfogni őket. És aztán végül is, ami aztán betette nekik, hogy megírtam a dolgozatot. Hát azért ezt tudni kell, hogy én most 48 éves voltam, amikor katona voltam, akkoriban volt a kínai szovjet botrány, az Uszuri folyó környékén lőtik egymást, egy kisebb világháború zajlatot, csak hát mit én nem írta meg az újság. És hát én bementem a könyvtárba, hát már mindenki mondtak a századosnak, a Schuster a könyvtárban van, mit csinál, olvasd, jaj nekünk, vége, mi lesz most, hú. Na mindegy, hát bementem a könyvtárba, nézegetem, mi van ezeknek, mit olvasgattak ezek, találtam ilyen 50-es évekbeli könyveket, Enver Hodzsa, Mao Tse-tung, hát amikor még barátok voltak. Hű, mondom, na itt van a következő, beírtam megint a minisztérium politikai főcsoportfőnökségű, szóltam mindenkinek, beírtam. Mondom, kivettem a könyvtárból az Enver Hodzsa és Mao Tse-tung könyveket, magamhoz vettem őket, nehogy politikailag képzetlen honvéd kezébe kerüljön, meg összezavarja az agyát, mert egyébként is most Kína és Szovjet, fú, kész, körlevél, gyorsan, nem tudom, mit csináltak a könyvekkel, eldudták a szegény Mao Tse-tung meg Enver Hodzsa könyveket, rögtön bedarálták, nem tudom, mit csináltak vele. De ez így ment tovább, de akkor már reszkedtek, bár a százados már izékat szereti, a pirulákat, meg innen. Azt mondja, hát ilyen szokásos, ez a szocialista versenymozgalom, hát kitalálták, hogy versenymozgalom kell a honvédségben. Hát most miben, hogy jobban lövök, vagy jobban kúszok, vagy milyen szempontok alapján. És hát én azért már úgy ott láttam, otthon van a családi archívumban, vannak fényképek, szegény anyám a gyapotot szed a hortobágyon. Mondom, hogy ilyenek, amiket kitaláltak a Rákosék annak idején. Még szerencse, hogy már a Balatont is le akarták csapolni, mert ott meg rizsföldeket akartak csinálni, mondom, a fater elképzelte, mint a faterom rizs szüretel a Balaton, lecsapott Balatonba. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy azt mondja ez a százados, hogy hát akkor ki jelentkezik ebbe a szocialista versenymozgalomba? Hát az egész laktanya fölállt és jelentkezett. Ketten nem jelentkezett, nem hárman, bocsánat, hárman. Ez a részeges postás, egy szintén részeges boxoló, meg én. Azt mondja, a Schuster Honvéd állja föl, maga miért nem jelentkezik? Mondom, százados elvtárs, úgy gondolom, hogy egy önkéntes benevezésen alapuló versenymozgalomban való részvételemet nem vagyok köteles, vagy távolmaradásomat nem vagyok köteles megindokolni. Ülj le! Kész! Feláll azt, hogy a szegedi honvéd, azt mondja, csatlakozom az előtte szólóhoz. Hát ez akkor. Hát akkor ez. Csatlakozom, meg előttem szóló, hát meg egyáltalán önkéntes, meg önkéntes. Mi a túró ez? Nagyon minden. Hát az olyan voltunk, hogy hárma, mint a légypiszok, az a három légypiszok. Na mindegy. A lényeg, végig csináltam az egészet, nagyon kemény volt, tehát én milyen pozícióim voltak a seregben, vagy őrségben álltam, vagy vagont rakottam éjszakánként, vagy WC-t pucoltam, szóval ezek ilyen bizalmi feladatok. És akkor megírtam ezt a dolgozatot,
bementem a könyvtárba, kivettem Lenin néhány kötetét, empirio kriticizmus és mindenféle komolyabb vallás és mindenféle íz, és megírtam a dolgozatot, ami úgy szólt: sorkötelesek szabad vallásgyakorlata a magyar néphadseregben. Na most, hát ez meg volt azért csinálva az a dolgozat, és akkoriban a lengyel néphadseregben tábori lelkészi szolgálat működött. A lengyelben. A lengyelben. Hát a tavarisok bekomáltak, most mit lehet erre válaszolni? Semmit nem tudtak válaszolni, felolvastak el a laktanyában, két részletben a laktanyát bevitték az ebédlőbe, felolvastak egy kiáltványt a magyar állam és az egyház viszonyáról, lebontva egyházmegyékre, és a többi, és a többi, és a többi. És azt mondja nekem a százados, de akkor már a Nagyli százados, az Nagylinak hívták, az már megőrült az idegességtől, azt mondja, nem fáj a lába? De mondom, fáj, mert a lúdtalpas vagyok, meg minden, meg itt az őrség, meg minden. Jó, hát azt a beküldjük kivizsgálásra. Bementem a Kecskeméten voltam a repülőtéren, bevittek a Honvéd kórházba, aztán húzzam föl a nadrágomat, vegyem a csizmát, meg a nadrágot, fölhúztam, hallottam a sutyorot, mi van. És mondom, most mi lesz? Azt mondja, le fogjuk szerelni magát, mert nagyon rossz állapotban van. Minden a lényeg az, hogy egy héten belül megjött a papír, vagy 10 nap, szóval mind amennyi az átfutás, a stempli gondolom, hogy nem sokat tökörésztek ezzel. És kirúgtak a magyar néphadsereg kötelékéből, kirúgtak. De meg kell mondanom, hogy ezt a százados már sajnáltam valahol, mert szóba került valamilyen, volt egy roma gyerek, akit én nagyon jó bírtam, és nagyon jó megvoltunk vele, egészségünkre, és nagyon jó szövegeket nyomott, és valamit ez a roma gyereknek valami baj volt az ujjával, elgenyesedett az ujja, és azt mondták, hogy lógós, meg mit tudom mi, hát addig szerencsétlen, addig lógott, amíg kiderült, hogy tényleg el van genyesedve az ujja, és levágták az egy új percét. És valami megjegyzést tett ez a százas, hogy így a roma, meg úgy a roma, vagy valami. Na mondom, micsoda, romázik itt ez a százados. És írtam egy levelet, mondom, ezt nem tűröm el, hogy ilyen rasszista kijelentések, én Schuster Honvéd, nem vagyok hajlandó hogy ezt a roma barátomat itt cikizzék, és rasszista kijelentésekre ragadtatja magát, és mondom, egyébként is a magyar néphadsereg a szocialista emberévállás utolsó iskolája, amelynek tanárai a magyar néphadsereg tisztjei, és ez megengedhetetlen, és hárzsábrábev. Hát akkor már aztán kész, akkor már majdnem, hogy felakasztották ezt a szerencsétet, vizsgálatot rendeltek el, ilyen csoportpszichológiát, ilyen mikroteszteket, hogy ki kivel és kivel menni egy szigetre, és milyen könyvet vinni magad, hát a százados azt mondom, alig várt, hogy leszereljenek. És péntekre szólt a laktanya elhagyási papírom, akkor engedtek egyébként haza, először, és először engedtek ki a laktanyából, én csak fegyveres kísérettel mozogtam 6 hónapig, hazajöttem a civil ruháért, visszamentem, hát tiszta farmer, cucc, farmer, Jackie, farmer, gatya, minden. És szombatra szólt a papírom, és pénteken délután azt mondták, hogy húzzak el innen a Redvásba, mert demoralizálom ezeket a katonákat, még itt, hogy én leszereltem, hát még akkor 24 hónap volt. És pont őrségváltás volt, és a srácok megtapsoltak. És átléptem a laktanya kapuját, nem jött a kecskeméti busz, amelyik beviszi az embert a városba, mert ez a város szélén van a repülőtérre. Elindultam először csak lassabban, aztán elkezdtem futni, mint a nyúl. Futottam, ameddig bírtam, a belem kilógott. Mindegy, megérkeztem a vasútállomás restjébe, és most utólag bevallom, nagyon bekaptam. Azonnal soha semmi, akkor úgy voltam vele, mert akkor úgy bocsúztam el a drága nagymamámtól, hogy mondtam neki, mondom, lehet, hogy 2 évig nem fogsz látni, vagy lehet, hogy többig, mert lehet, hogy lesittelnek, nem tudom, mi lesz. De minden esetre így elváltunk egymást, és aztán a fatera mondta, hogy valamilyen muta módon megtudta, hogy én teljesen abba a kategóriába kerültem, ami a destruktív elem kategória, és be is írták a katona könyvembe, hogy békében és háborúban alkalmatlan. Úgyhogy az... Egyébként hova való vagy? Én pesti vagyok, én 16. kerület, Sashalom. Sashalom? Sashalmi vagyok, úgyhogy az a falum, a Sashalom. Hát a Mátyásföld, Rákosszent Mihály, Nagyice, Árpádföld, Cinkota, ez mind oda tartozik. És édesapád mivel foglalkozik? Hát ő van nyugdíjas, 81 éves. 81 éves az öreg. Hát ő megfogadta, hogy a szocializmusban nem nagyon dolgozik.
Úgyhogy nem is dolgozott, amit lehetett, kihúzta az egészet. Egyébként én is követtem a példáját, én 21 vagy 22 éves voltam, amikor megfogadtam, hogy abban a rendszerben, állami szektorban nem vagyok hajlandó dolgozni. Nagyon hát egyszerű. Akkor tehát már indult ez a zenekar, nem? Körülbelül akkor igen. Igen. Dolgoztam, nagyon sok helyen dolgoztam, de megfogadtam, hogy nem dolgozom. Egyrészt nem bírom elviselni, hogy a főnököm hülyébb, mint én, az volt az egyik lényeges dolog. Hát annak a rendszernek az volt a lényege. Ez volt a lényege, hát, hogy minél följebb kell az ember, annál hülyébbnek kell lennie. Így működött a rendszer. De hát erről olvastam egy nagyon érdekes dolgot, ez a Peter Elf, egy nagyon érdekes a hierarchikus rendszerek felépítéséről szóló dolgozat, és annak az az alaptétele, hogy minden rendszerben minden ember a saját maga alkalmatlansági szintjére törekszik. És a karriere csúcsán ezt el is éri. Oda kerül, ahol már semmire nem jó. Na most én mindig arra vigyáztam, és arra törekedtem, hogy nehogy elérjem a saját magam alkalmatlansági szintjét, röviden és velősen, ha valaki nagyon jó óvónő, az nem biztos, hogy jó óvoda vezető lesz. És sorolhatnám meg a példákat. A rendszerek két embert vetnek ki magukból, a szuper alkalmast, aki minden tud és teljesen működőképes, mert ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert a többi hülye kitúrja, és a szuper hülyével nem tudnak mit kezdeni, mert az a másik. Most aztán, azt azért nem mindig vetik ki. Nem vetik ki, azt arra van egy külön mechanizmus, ahogy ezt leírták, azt mindig toligálják egy oldalvágányon, hogy legalább a konkrét folyamatokban ne szólj bele, ezekből lesz a protokollfőnök, ez írja a vállalat történetét, ez. Hát, mint ahogy a régi rendszerben is volt, én ismertem olyan tavarisokat, aki egész életében vagy tanfolyamra járt, vagy iskolába, vagy protokoll, szóval valamit mindig végzett. Na jó, hát annak a rendszernek az volt a lényege, hogy a káder a megbízhatósága révén, tehát a párthoz való hűség révén elér egy pozíciót, és az annak, hogy azt megtarthassa, annak érdekében csak magánál hülyébeket alkalmaz. Illetve, hogy a rendszer vagy a gépezet mégis működjön, mindegyik mellett mindig volt egy valódi szakember elnyomva. Hát aki végig csinálta a munkát. Hát hatalmat nem kapott, fizetést sem nagyon, de annak a munkájára volt építve a dolog. A vezér pedig, a vezető pedig csak azon ügyködött, hogy maga köré magánál középszerűbbeket válasszon. Azok is egy-egy kis szemét kupac felett rendelkeztek. Azok szintén erre törekedtek, hogy na most hát persze nem mindenki tehetségtelen, de aki érvényesülni akart ebben a rendszerben, az maszkírozta magát, tehát vigyázott, tanácsos volt így tennie, vigyázott, hogy ne legyen, ne látszódjék okosabbnak a főnök. Ebbe ment tönkre, igen. A szovjet rendszer ebbe ment. Hát erre jut az eszembe a következő, a szlovák sörözőben voltunk, nagyon jó sör volt ott, meg nagyon finom kis sütem, ilyen kis sós, meg sült gombócok, minden. És ott ülünk a rekeszben, és megérkezik mellék négy ember. Hát kiderült, ők voltak a vállalati négyszög. Az igazgató, a pártitkár, a szakszervezet is, meg a kisztitkár. Ez mikor volt? Hát akkor. Ja, akkor. És hát az ember azért át hallatszik a zaj, meg minden, meg mondom, na miről beszélgetnek a tavar is, ha kíváncsi vagyok, hát Kovács Eltárs, egészségünkre, uraim, és mindenfélek mentek ott a izébe, bemegy az első kör. Valamit ittak, valami kis beherovkát, rá egy sört. Már hogy oldottabb volt a hangulat, na mindegy, nem fokozom a feszültséget. Azzal indult, hogy Kovács Eltárs, Szabó Eltárs és a többi, mikor mi eljöttünk már, akkor a sokadik kör után már az volt, Józsikám, az én Istenem áldjon meg téged! Ez volt a valami létszög, már beszélgetett, Józsikám, meg és titokban vitték a gyereket kereszteltetni a templomba, mert hát az összes, szóval az egész erről szólt. Sajnos azt kell mondanom, hogy sokan megették a szalámit oda-vissza, mert nem mondom a nevét, egy Balaton melletti település, mert akkor rögtön rá lehetne jönni, hogy mi történt. Az illető TSZ pártitkár volt, aztán belépett az MDF-be, természetesen akkor kiderült róla, hogy milyen nemzeti érzelmű, majd megvette a kis tavat, meg a környékörülötte lévő házakat úgy, hogy valami jelképes összegért, majd a következő választásoknál kiderült, hogy mégiscsak baloldali érzelmi. Mégiscsak baloldali.
Na most ez ugyanúgy van az ismerősöm, aki egy polgármester, és ahogy magára mondja, dupla nullás, tehát soha semmi, párhoz semmi, ez nem volt köze. És szeretik őt a faluban, meg innen. Azt mondja, hogy hát az iskola igazgatónő az annak idején többet járt a templomba, amikor az első választás volt, többet járt a templomba, mint a plébános. Azt mondja, most meg, amikor jött a következő kanyar, a második, azt mondja, akkor kiderítette, hogy valódi érzelmű, de a falu népét nem lehetett becsapni. Úgyhogy most már azt hiszem, már iskola igazgató se. A lényeg az, a falu népe úgy döntött, hogy marad a bevált polgármesterén, aki a falu érdekét képvisel, és aki már eldöntötte, jelző, hogy igen, hova tartozik, és nem most, hanem 20 évvel ezelőtt. Na mindesetre ennyit a vállalati négyszögről, meg a... És most nem tiltják a koncertjeiteket, mint annak idején? Mesélted egyszer nekem a múltkorjában valamikor, hogy Kaposvárot nem volt szabad játszanatok? Hát akkoriban mindent megcsináltak. Körlevelet küldtek le, vagy csak körtelefon, mert annak nincs nyoma, mert azért erre ügyeltek. Nem mondom, mi mindig megmalmoztuk őket, mert Kaposvár mellett egy kis faluba kijött 1500 gyerek a töfi vonattal, majd visszament. Szóval hihetetlen jó dolog volt az, hogy a gyerekek jöttek, és szerették, amit csinálunk. És többen voltak akkor, mint a falu összes lakos. Hát többen voltak, de ennek volt egyébként egy nagyon jó példája. Hát nagy fesztiválka. A KISZ mindig abban volt, a korabeli Fidesz abban volt, hogy hát nagy rendezvényeket kell csinálni, szolidárisak vagyunk, meg baj, mi megmutatjuk, hogy a magyar fiatalság az hozzánk tartozik. Dorogi Rock Fesztivál. Futballpályán bereklámozták. Hát mindenre gondoltak ezek a kiszesek, csak arra nem, hogy Dorognak akkor 8-9 ezer lakósa volt, hogy megjelenik az első este, mondjuk pénteken este megérkezik az első delegáció az ország minden részéből, és beesett mondjuk 15 ezer ember. Aznap este elfogyott a kenyér, a tej, a sör, a bor, a pálinka, összeszarták az egész várost, szóval úgy, ahogy volt, mint a sáskák. És nem voltak hibásak, mert nem készültek föl rájuk. Igen. Hogy megjelent az első este a város lakosságának a kétszerese. Másnap szombaton még jött még 12 ezer vagy 15 ezer ember, a vége az volt, hogy 40 ezer ember volt Dorogon. A vége az volt, a központi bizottság megvitatta, hogy ez hogy, a kiszesek beszedték a pénzt, csak legigázták, úgy, ahogy volt, minden történt vele. Lement a lóvé valahova, nem tudjuk, hogy hova, mindjárt játszottuk, azt tudom. És úgy, ahogy volt, hát ahogy jöttek, ugyanis mentek a gyerekek, de hát a város az olyan volt, mint hogy az oroszok jöttek volna be 45-be. De mindegy, a lényeg az, hogy akkor központi bizottság foglalkozott ezzel, de a legnagyobb élményem nem ez volt, hanem a Pusztavacsi Békefesztivál. Pusztavacs Békefesztivál. Hányba? Nem tudom, akkor már a rendszer az utolsókat rúgta belénk, de nem tudom, hogy mikor volt az, de a lényeg az, hogy még tartották magukat, vagy legalábbis úgy próbáltak még tökösködni. A lényeg az, hogy Pusztavacs, és a következő történt. Hát én lementem, hát katasztrofális állapotok, rendező egy szál, szóval semmi nem történt. Na mindegy, én éppen ott fogom a sörös üveget, előttük van breki show volt, és hallom, hogy fölrohan a színpadra egy 8-10 ember, kinézek, látom, rendőrök lerúgdos, vagy rendezők lerúgdossák őket, akkor még nem rendőr, de mindegy. Följött egy arc, és azt mondja, a fesztivál be van fejezve, a béke fesztivál, nagyon lényeges, hogy béke fesztivál volt. Majd ez nagyon komoly jelentőséget kap a történet során. Lejön, és látom, hogy ezt az arcot elviszik ott a rendőrök, mert itt nincs oda. Tanácskozás, minden, de közben akkor már elkezdődött ott a feszülés. Egyszer csak megjelenik egy szakasz rendőr, felállnak a színpad előtt csatárláncba, és elkezdik a tömeget szisztematikusan tolni, ütni, verni kutyákkal a keverőállás felé. De már én gyanús volt nekem az egész, ma a technikusom azt mondta nekem, a srác azt mondja, hogy te főnök figyelj, mert ezek a díszletben két BM kamera van, szóval ez nem gyanús ez az egész, szóval figyelj, domálsz meg, hogy lesz. Na jó, eltolják a közönséget a keverőállásig, hát ez 50-60 ezer ember volt. Ez tömeg hátrát, hát most nem fogja megharaptatni magát a kutyával. Igen, ám csak elfelejtettek egy rendezői szabályt, hogy ilyen koncerteken és ilyen tömegrendezvényeken nem szabad sem üvegben, sem dobozban kibírni se sört, se bort, se semmit.
és elindult egy sörös üveg a rendőrök felé, a senki földjére. Majd elindult még 24.512. És én csak azt láttam, hogy a rendőr, hát látom, hogy jön egy sörös üveg felhő, hát ilyet még nem látott, látod, ez már Csernobilt, minden. Fogta a hóna alá, kapta a kutyát, és beszaladt a színpad alá az összes rendőr, és kopogott, hát ott recseg és ropogás, hát amikor 20.000 üveg meg, hát az borzasztó. Más. Nem építették meg a korlátot, viszont a lőcsöket, ezeket a rönköket ott hagyták, ilyen jó kis cséphadaronyi, ezeket rudakat ott hagyták, a tömeg elkapta ezeket, és mi történt? A rendőrök elmenekültek, ez a szakasz. És egyszer csak kinyílik az erdő, mint hogyha egy függöny nyílt volna szét, és megjelent a forradalmi ezred az erdőből, akik ott éppen gombát szedtek, hogy a jóisten tudja, mit csináltak ott, és elkezdték módszeresen verni az ott lévő 56.000 embert. Na most 50.000 embert nem lehet megverni. Tehát egy nagyon komoly mérkőzés, ott kijött a vízágyú, az nem működött, csak éppen, hogy csurgott belőle, mert még a vízágyú sem működik. Most nevetek rajta, meg tényleg, de torokszorító volt, mert a gyerekek letérdeltek a fűbe, és énekelték a John Lennon számot, a Give Peace a Chance, adja békének egy lehetőséget. És hát gondolom az a rendőr is magyar volt, aki abban a vízágyúban volt, nem ment keresztül a gyereken, de a rendőrök nagyon keményen vertek mindenkit. Könyvgázplék, könyvgázgránátok, és itt volt a lényeges, hogy a Béke Világtanács akkori vezetője és főnöke, Ramesh Chandra személyesen, aki ott volt, ott állt, kilőtték a könyvgázgránátot, de nem a tömegre fújta a szél, hanem a Ramesh Chandrára, meg a delegációra, akinek taknyanyába egybefolyt. Úgyhogy a Chandrát vetették egy autóba, és puf, hogy a delegácia el balfenéken, eltűntek. A közönség meg hát keményen verekedett a rendőrökkel. Helikopterek, szóval sebesültek, szóval nagyon komoly egy háború volt. A nyugati riporterek, mert volt egy csomó, a kameráját elvették, leütötték, kitépték, szóval minden, oda jött hozzám egy srác, és azt mondja, hogy ott az öltöző sátor, azt mondja, amikor már vége volt az egésznek, és mondtam, hogy én fölmegyek, és ha eltűnnek a rendőrök, akkor lejátszok a koncertet, és a többi oda jött, azt mondja, Flórikám, azt mondja, győztünk, mondom, ha még kétség, és a zenekarom tagja is, kérdezték, hogy mi van, mondom, ha egy pillanatig kétségeitek voltak ez iránt, a rendszer iránt, akkor most láttátok, hogy mi történik. És most nem azt mondom, amit én gondolok, hanem mi történt másnap. A német televízióban a kint élő rokonok mondták, hogy azért volt olyan operatőr, aki csípőből forgatott, meg az asszisztensek körbevették, és védték az operatőrt. Azt mondja a német televízió, a Bayer televízió, hogy közvetítést adunk a kapitalizálódó Magyarországról, egy békefesztiválra, és ott és folyik a vér, és 50.000 ember verekszik. De Európa ilyen döbbenten nézett. Másnap az olasz kommunista pártlapja mit írt? A Kádár rendszer Móresre tanította a fiatalságát, föladta, és a többi, és a többi. Tehát itt is megint központi bizottság szinten tanakodtak. Hát ez egy provokáció volt, megverték a magyar gyerekeket, és a többi. De miért csinálták? Megfélemlíteni az embereket. Erről szólt, hogy 50.000 embert megverünk. A másik, ami még aljasabb... Nem volt semmi ok, kiváltó ok? Valami. Semmi kiváltó ok, rosszul volt szervezve az egész. Hát egy rockkoncerten egy teljesen normális dolog, hogy a közönség nyomul előre. Ha megfelelő magasságú a színpad, akkor egész egyszerűen, hogyha 3 méter magas a színpad, nem áll elé, mert nem lát. Értelemszerűen hátrál, kordon van, nem adnak ki italokat, még dobozban sem, mert hogyha veszek egy doboz sört, és az benne van a sör, az a fejbe lehet kólintani valakit, ha nem nyitom ki. Igen. És egy csomó dolgot mondok még, ami azt jelenti, hogy egy nagyon rossz helyzetet teremtettek, már ott volt a forradalmi ezred, tehát nem kellett őket oda deszanta ledobni, deszantosként rejtőernyével, ott voltak. Tehát ez egy provokáció volt. 2. Móresre akarták tanítani a magyar fiatalságot, hogy mi vagyunk az urak. Meg akarták mutatni külföldnek is, hogy még erejük teljében vannak. És a legundorítóbb az volt, hogy kísérlet volt. Hogyan lehet 50-60.000 embert szétverni? De ugyanilyen kísérletek voltak, amikor volt ilyen belvárosi tüntetés. Levágták az elejét, a végét, mikor kanyarodott a tömeg, akkor mindig az utca sarkon levágták az elejét, a végét. Gyakorlatoztak ezért, és ezért volt lényeges, ezért volt a kamera beépítve. Ezért voltak fönt a helikopterek. Tanulmányoztak bennünket, mint ahogy én tanulmányoztam annak idején a cserebogarat, kitéptem a lábát, hogy még tud 5 lábbal is menni. Mi voltunk a cserebogarak, én a színpadon, és a mi közönségünk lent a nézőtéren. Tehát...
Hát aztán végül nem alkalmazták. De, amikor de, föl, de készültek rá. Hát hogyne, amikor a Nagy Erdély tüntetés volt, egyik rendezője voltam, akkor itt volt a Hősök terén szintén, vagy 150-200 ezer ember, és tele volt a Városliget vízágyukkal, páncélkocsikkal, komandósokkal, már akkor is, most is, akármelyik tüntetésünkön így van. De hát mi megtanítjuk őket várakozni, nem merték alkalmazni. Persze lehet, hogy ezek már is felejtették ezt a technikát, akik most vannak. Ah, igen, 50 ezer emberrel már tehetetlen oda. Ott vagy van egy-két ember, aki tud beszélni az emberekkel, vagy az erőszak tehetetlen. Tudod, mit szeretnék, hogyha a magyarok olyanok lennének, mint amilyenek Gandhi idejében voltak a hinduk? Nem tudom, látod a Gandhi életéről szól a filmet. Szóval amikor az angolok show monopóliumát akarja megtörni, és azt mondja az embereknek, hogy ne vegyétek meg a showt az angoloktól, hanem menjetek ki a tengerpartra és pároljatok, és amikor sorba állnak, és leütik, és az első sort leütik, és jön a következő sor a helyébe, és azt is leütik, és kihúzzák, és végtelen sorokba álltak az emberek, mert tudták, hogy miért állnak sorba. És akkor lennék boldog, hogyha a magyarok is tudnák ezt a szabályt, hogy ha egyedül vagyok, akkor lehet, hogy megtörnek. Ha ketten vagyunk, még mindig lehet. De ha 50 ezeren vagyunk, vagy 100 ezeren vagyunk, vagy netán 10 millióan vagyunk, ki a fene tud bennünket megtörni? Senki.